mennyire nagy dolog a találkozás az ember életében. A találkozás egy-egy ilyen alkalom, amikor alkotóművésszel, aki egyébként a műtárgyain, az alkotásain keresztül vall magáról, személyesen is találkozhatunk. És nagy dolog az, amikor egy ilyen alkalommal nem csak egy kiváló művészt köszönhetünk, hanem amint láthatják, különböző művészeti ágak szereplőit, úgyhogy ez a mai alkalom nekünk egy megszentelt idő. Az itt kiállító művész legszemélyesebb, vagy ha tetszik, legújabb alkotásait ismerhetik most meg itt a közönség. Van olyan munka is, ami még nem is szerepelt kiállításon, és persze vannak olyanok, amelyeket már ismerhet a szakértő közönség. Háromféle művész van, kereső, tagadó és közvetítő. A közvetítő, aki közvetíteni akarja, amit igaznak gondol. Ez eddig is nagyon jó, de a poén most jön, az égi és a földi principium között. Hát ilyen közvetítő művész Kubinyi Anna. Csak olyan kiállítás megnyitójára vállalkozom, ahol azt gondolom, hogy a saját lelkemet is be tudom tenni. Egyébként ilyenkor advent idején nem tudok méltóbb kiállítást elképzelni, mint az Annáé. Ez az egész olyan, hogy akik itt összejöttünk, azt hiszem mind ilyen várakozó emberek vagyunk, és hát csak azért imádkozhatunk, hogy a várakozásnak az izgalmát nehogy egy bizonyos fajta fásultság váltsa fel, amikor a dolgok beteljesednek. Én nagyon hiszek abban, hogy ez az adventi művészet, ez eltalál a lelkekhez, és segít egy kicsit valamilyen módon tovább élni. Amikor megnézem ezekhez a képeket, akkor valamilyen módon úgy érzem, hogy nem csak, hogy együtt lehet élni ezekkel a kárpitokkal, hanem az ember, amikor megnéz egy-egy képet, de lehet, hogy ez már az én prózaírói alkatom, az embernek egy mini eszé jut az eszébe. Az a jó kép, ami benned megindít egy furcsa, sajátos lelki történést, akkor lesz teljesen a tiéd a kép. Ez mindegyik olyan, mint egy mini, kicsi kis mini eszé, amit ha még erősebben bele tudjuk magunkat képzelni, akkor nevezhetjük úgy is, hogy tulajdonképpen ezek a képek meditációs tartalmakat alkalmaznak. Na most én azt kérdezem, mert ez a meditáció szó is kezd elcsépelődni. A meditáció nem azt jelenti, hogy valaki leül, és a köldökét nézegetve azon gondolkodik, hogy tulajdonképpen ő micsoda. A meditáció azt jelenti, hogy megtalálod, megnézed azt, hogy mi az, ami a világban működő nagy isteni törvény, a te kicsi, de mégis olyan csodálatos emberi lényed, mit tud ebből befogadni, ebből az edényben mit tudsz formálni, és mit tudod adni. A meditáció mindenkinek a sajátja, ezért bocsássanak meg, hogyha nekem olyan meditatív tartalmak jutnak az eszembe, ami talán másoknál másképpen mutatkozik meg, de én ilyenkor olyan társszerző szeretek lenni, és úgy elképzelem, hogy milyen jó dolog, hogy megindít az embernek a lelkében valamit, ami akár mini novella is lehetne. Ez egy olyan megnyitó volt, ahol ugyan azt gondoltam, hogy én adok majd az embereknek egy kellemes élményt, de ugyanakkor én olyan kivételesen csodálatos élményben részesültem. Egyrészt Anna fantasztikus fölemelő beszéde, a gyönyörű ének, hát egyszerűen lenyűgöző, csodálatos hang. Nagyon-nagyon köszönöm.